Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Sparklite folytatása. Se menteni, se semmit nem tudtam az előző alkalommal, úgyhogy ami ott elértünk, megtettünk, az mind kvent a kukába. Vissza előző pozícióba. Hát ez van. Szerencsére nem volt olyan nagyon-nagyon sok, és főleg nem olyan kritikus. Igen kellemetlen lett volna, hogy mondjuk valamelyik boss-t vagy ilyesmit gyűrtük volna le, és utána derül ki, hogy hopp, mégsem. Akkor most azt felejtsük el és kezdjük újra. No, hát hajrá! Gyűjtögessünk aranyat. Meg amit tudunk. Egy egyszerű kis terep. Hát ez úgy látom szuper egyszerű. Remek. Gondolom nem kapunk semmi egyebet. 50 petákon túl. De hát, amilyen nehéz volt, nem is nagyon járna több. Már majd, hogy nem ez az 50 is túlzás. Papra-papa. Oké, akkor nem ugrik. Ez megnyugtató. Van, ahol nem hajlandó ugrani. Valahol van egy madár. De fogalmam sincs hol. Oké. Komolyan merre van. Halvány gőzöm nincs, hogy hol lehet itt a madár. De ebbe benne van az is, hogy nincs energiám se. Hogy a támadó bütyköket, dobozokat kidobáljuk. Felteszem, már jártunk itt. Ja. Akkor nem erőlködünk. Túl sokat itt se találtunk. Hát azt hiszem errefelé lesz az útvonal, ami nekünk kell. Meg ha nem is nekünk kell, de valahol hasznos. Na, gyűjtögetünk aranyat, mi egyebet. És akkor itt az irány a boss felé. Meglátjuk. Azt hiszem ebbe az irányba van a...
Nem téged kerestünk, de sosem árt. Azt mondod, hogy... Ha. Hogy hívjákban van, földterületen. Miután itt vagyunk a szomszédba, akkor gyorsan kimegyünk és megpróbáljuk megkeresni. Azt rendezzük le. Nagyon fontos a hosszú bejárat animáció. Nélkül meg se lennénk. Hát abba az irányba semmi hasznom nincs. Oké, ezért bejövünk, de a többi nem izgat. Itt volt a madár ugye az előzőbe. Aha. Na hát legalább megszereztük a madarat. Nem mintha különösebben érdekes lenne, de megszereztük. Kiguberáltuk. Oké. Láda arany. Haladjunk. És akkor itt a homokos területen kéne megtalálnunk a másik kollégát. Hát meglátjuk. Hol, s mint, meddig, miként. Oké. Azt hiszem, ehhez kéne ez. Oké. És pont annyi idő alatt érünk át, amennyi időt ez át evickél. Megmondom őszintén, a másikhoz hasznosabbnak tűnik. De ki tudja. Oké. Okay. Nagy büdös semmi. Oké, okay, mit kapunk? Titan Ridge térkép. Na jó, elgörcsölünk akkor a próbahelyig. De csak addig, ha semmi egyebet nem találunk útközben, főleg akkor.
Oké. Majdnem. Ó, hogy jó. Na ne. Ezért nagyon-nagyon hasznosnak kéne lennie. Ennél messze hasznosabbnak. Ennyit nem ért meg. Na se baj. Még egyet tova és fel. Hát ennél többet vártam. Sipírc lefelé. De mindegy, egyelőre nem állunk rosszul. 300 arany. Egy vagy két ilyen bronzplecsné. Egy megvan. Kettő megvan. Remélem akkor ez a defense patch az mondjuk értékes, azért megérte küzdeni. Abból lehet valami hasznos. Pamparam pam pam. Azért megérte küzdeni, azt hiszem. De ki tudja. Csak nem mutatta, hogy ott fal van. Azt az apróságot kihagyta. Azt az abszolút jelentéktelen apróságot kihagyta. Hát ha más nem, akkor legalább loot. Upszi, kezdünk nem jól állni. Na se baj, irány vissza a boss irányába.
ide. És akkor nem is olyan rossz a helyzet, még ha nem is olyan jó. Pam pam pam. Na, hát sok-sok nem maradt, azt nem mondhatom. Sok-sok HP-nk. Elvileg ugye feltölt majd teljesen, ha megtaláljuk a boss-t. Ellenben, ha nem, akkor senki és semmi nem tölt itt föl minket. Ez elvileg ingyen arany, simán. Gyakorlatban ki tudja. Na mindegy. Hát ezzel nem vagyok előrébb. Kipróbáltuk, hát ha van valami, de nem. Hop, hop, hop. Majdnem leestünk. Majdnem leestünk. Ez valószínűleg halálos lett volna. Vagy nem is, könnyen halálos lehet. Oké. Sipírsz be a lejáratba. Egyet-kettőt elköltök, mielőtt méletlen meghalunk. A random harcokba. Ki lenne. Igen, csak ciki lenne. Ez közel volt. Sokkal közelebb, mint szerettem volna. No. Nagyon remélem, hogy ez volt az utolsó ebbe a menetbe. Kezd húzós lenni a feladat. És egy plecsni. A ládát azért meglessük, hát ha. No, legalább nem rossz menet gazdaságilag. Egyéb szempontból továbbra sem zseniális. Hogy ott van egy láda. De ugye annak a megszerzése
Legalábbis nem egyszerű. Oké, annyira nem vonz az a híd. És azt hogyan aktiválom? Hát van valami elás ma. Yeah. Ilyen bogyókáink vannak. Oké, ez föltölti az energiát. Oké, akkor nem ez. Elvileg van egy hatodik. Felteszem, akkor az a hatodik lesz, majd egyszer soha napján. De azt sose találtam meg, úgyhogy nem tudom merre van. Nem itt. Na, gyógyító bicsök. Láda, arany, stb. Na, itt van, mégiscsak megvan. Akkor megtaláljuk, hogy mi ez. Felteszem, majd ez kell oda. Amit itt találunk. A hatodik. Bütyök. Spark Pulser. Érdekes. Oké. Hát, távol állok a precizitástól, ami valójában ehhez kéne, de mindegy is. Jó, majd legközelebb. Ezek szerint megtaláltuk azt, ami kellett volna ahhoz, hogy azt a forgatóbütyköt használjuk. No. És akkor valahol ebbe az irányba, vagy ott a hídon túl. Egyik se vonz. Direkt be, de... Mondjuk az segít, ha... Ha meghal magától. Jó.
És... hát loot. Nem rossz loot, de loot. Majdnem sikerült időben. Na most tudom használni. Hát, veled se vagyok kibékülve, de ez van. Oké, de egyértelműen a HP töltőt fogjuk majd használni. Eddig max HP, akkor irány a következő horda. Még több szívecske, ha kellene. És akkor lássuk a boss-t. Remélem most nem kezdi el a monológot. Aha. Elég. Itt az ideje, hogy befejezzük. Sparklite igazi ereje. Ó, és akkor most átalakul a végső formájába. Upsi. Oké, értem. Felteszem akkor minden egyes platformot, meg kell tisztítanunk a szörnyékéktől. Ami alapvetően nem olyan
Extrém. Összesen ugye 5 van. Lássuk. Kettővel meg vagyunk, még kell 3. Oké. Hát nem leszünk meg, azt hiszem, de elég közel vagyunk már. Egy-két gyógyító még kéne. Vagy egy kicsit több HP, vagy ilyesmi. Nem sokon múlik. Majdnem. Hát nem próbáljuk újra, hanem visszatérünk egy kicsit erősebben legközelebb. Van 4. 4 szívecskénk. Widget Catalyst Patch. Nem. Kinetic Converter egyetlen, triangulátor az nem kell. Szívecske kell. Sok-sok szívecske kell. Oké. Sebzés. Tudunk valamit tenni? És 300-ért ezt upgrade-elhetjük. Majd meglátjuk. De az legközelebb. Mára ennyi.